azért az egészen elképesztő, hogy a Pauline rendkívül népszerű mindenhol, de az azért egészen elképesztő, hogy neki ez már a 23. 26. világbajnoki rész. Képzeljük el majd ugye Steve Beatont a 33 egymás után következő világbajnoki részvétel. De az, hogy Angliában, esztendős lim. Hogy Angliában folyamatosan őt értetik, lehet hallani a Paulinet. És hát mindig, hát azért ide nem csak úgy lehet kijutni, hogy gondolok egyet, aztán részt veszek a világbajnokságon. Tehát neki azért a szingapúri selejtezőt meg kellett nyerni, tehát ki kellett vívni a jogot, a lehetőséget, hogy itt legyen. Most én nem tudom, hogy véletlenül még nem adták oda senki. Milyen szinten van a darts. De minden esetre, hát lassan tényleg ott tartunk, hogy elképzelhetetlen a világbajnokság lim nélkül. Maradjon is így szerintem. Ázsia túrról kvalifikálta magát egyébként. Fontos. És valami hihetetlen mekkora sztár. Tehát most mérgezett nyilakat legyingeti mindig. Na nézzük! Mörn kezd. Ez, igen. Óriási, hogy a Polly. Hát ez valami nagyon nagy. Na most ez nem lesz egy gyors, hosszú. Hatvanas. Most képzeld el, mi lesz itt, hogyha véletlenül dob egy százat. Nem is azt szeretném mondani, nem is rossz a fogalmazás, hogy véletlenül, de mondjuk Pollém. Tovább jutna? Hát nem azt, hanem folyamatosan jól fog játszani, és mondjuk olyan helyzetek alakulnak ki, amikor még jobban lehet neki szurkolni. Tehát... Hoppá! Nézd. 180! Már is fel. Robban az Alexandre Palace. Vernon egyébként esélyesebb a fogadóirodáknál, 1,42-es a szorzója az ottsza, míg Paul Limnek 2,6-szeres. Ez most jó esély. Hátsó pályán játszó Lim számára, hogy 60-at dobott Mörnön. Meg is van a tripla. Na, az hol van? Kipattant? Nem. Nyolcvanhárom volt a dobás, az hármas volt. Százas a 128-ra megy le. 100 fölötti kiszálló párbaj a két játékos között. Ott ez a tripla. Jó. Na nézzük azt a 18-ast. Megdobja egy nyíl a duplára. Megdobja! Pollim! Hát ez valami óriási. Igen, csak elcsodálkozott Mörnön. Micsoda kezd? Óriási. 180-at dob. Dob egy 118-as, 100 fölötti kiszállott, és nézd meg, hogy kezd, és szabályosan mosolyog rajta, de nem azért, mert hogy ilyen nincs, hanem élvezi a helyzetet, nem. A Mörna nem annyira. De, most nézd meg, nem olyan. Áttérben. Jó, oké, ki fog kapni, de azért mégiscsak egy legendával játszik. Pollin viszont annál jobban. Ujjjjjj, 22-t hozott össze. És jön a tripla. Hát, nagyon jól játszik, nagyon jól játszik. Meg még egy oda néz. 140. És estére.
jó kis bemelegítő lehet. Százas. Ez egy százas. Na jönnek-e továbbra is a triplák. Épp hogy fölé egy picit. Az már benne, az már jó helyen. 140. Óriási előnyben van. Hát nem, 103 körül már megint kiszállón van. 107-es átlagon van, csak mondom. És nem jön tripla viszont Mernon részéről. Kiszálló kényszer nincs. Azonnal vált, 121 pontja van. 102-je van, igen. Jön is. 42. De tényleg nem tudom, hogy van-e új posztunk kint. Ugye régihez kell írni. Van kint új. Akkor az új. Várjuk természetesen. Kíváncsian várom mindenkinek a véleményét, hogy hopp, mit szólnak eddig Pullimhez. Na, de hát ugye nincs kiszálló Mernon, úgyhogy aggódnia egyelőre még Limnek nem kell. Még egy 180-nal sem tudott volna 100 alá lemenni. Újabb három nyíl. Na, ez közel jelző nyílnak, jó. Még mindig a dupla négy. Hú, de közel van, még mindig. Azt hitte, benne van. Már elindult, hogy kivegye. Tényleg egyszerűen hihetetlen, milyen szurkolás van Pollin mellett. Nem dobja be. De extra kellene Mernontől. Hát semmi extra nincs ebben. Na még mindig az a fránya dupla négy. Bedobja! És 2-0-ra vezet. Hozza így a saját kezdését egy 19 nyilassal. Hát nem brillírozik Mernon. Ugyanazt megdobja a Lim, tehát ennél azért jobbat szeretett volna. Na végre jön egy tripla Mernontől is. És a szünetben hallgattam beszélgetéseket, és a John Part elmondta, hogy egyszerűen nem tudja elképzelni, hogy honnan van Paul Limnek arra energiája, nem csak, hogy eljárjon versenyezni, hanem arra, hogy edzen. Mert azt mondta, hogy olyan szinten, ezen a szinten, ahogy dob, ahhoz normál edzés munkájának kell lenni, és nézd meg mindenhol, csodálkozva néz végig. Hihetetlen, hogy élvezi ezeket a pillanatokat. Ja, majd erre az edzésre visszatérünk, mert ez pont délután került szóba, csak éppen közvetítés alatt nem beszéltünk erről, hogy igazából mennyi az ideális edzés idő, amit el kell tölteni. Mondjuk egy világbajnoki felkészülés során ahhoz, hogy valaki azért tényleg eredményes tudjon lenni. Nyilván az egyéni képességek sokat számítanak, de hát minden mellett még a gyakorlás is az edzés. Hát edzés nélkül még nem nyert senki soha. Egy idő után a tehetség elmúlik. Mármint úgy, hogy elfogy. Tehetségesnek tehetséges marad az ember, csak valaki, aki is kétszer annyit dolgozik, az elrobog az ember mellett. 60. Jól el van, jól érzi magát Lim. Közönség az... Na, egy százast. 123-ra megy le. Dobni kell egy triplát mindenféleképp, vagy nem lesz kiszálló.
59. De hát neki a következőleg lesz a fontos. Az megvan a tripla 19. Nem kell rádobnia, de rádob, marad a 25, nem 98 volt a dobás. Ugye nincsen kiszállom Pollém, ezért nem kellett volna rádobnia. Egy bullal. Nem egy 91-re, igen. 9 és dupla 8. Ó, jó. 21-el. Nincs is reménytelen helyzetben így Lim. Nincs, mert most a 91-et a megoldja. Övé lehet az első szett. Eddig jó. 16-os. Oly, az nem jó. 42-je marad. Na, számolnia kell, mert ez nem volt bekalkulálva. 42, tehát egy 10-est fog dobni, vagy egy 2-es, 10-est választja, marad a 32. Örnen a dupla 2-re bedobja. Megoldja. Hát ez volt a kötelező számára, most kellene brékelnie. Igen. Nehéz ilyenkor egy játékosnak, amikor egy ilyen nagy közönség kedvencel kell játszani, főleg, hogyha még kiszállott is dob ellene, és megdob ellene, de hát a Pollim az első két legnek az átlagát hozza, vagy játékát a saját kezdéséből, akkor beúszhatja az első szettet. Természetesen. Hát nem tudta kihasználni Mörner. Nem bizony, hogy most nem dobott triplát. Az most jó helyen van, hogy egy kicsit kiemelte a nyilat, a másodikat már rá is húzta, benne is a triplába. Jó, 140! Kéne most valamit Mörnernek dobnia. Levált, ott jön a tripla. És aztán jön egy szektorhiba is mellé. Triplányi előny még ott van. Az is jó, megint. Taktikát váltott, és tökéletesen működik most neki százas. 700 marad Limnek. Eltéveszti a szektort, Mörnen. Kétszer is. Nagyon-nagyon jól áll most Lim, hogy beúzza az első szettet. Megvan a tripla, hát ha még jönne egy. Lemegye száz alá vajon? Le! 140, hihetetlen, most megint összerakta nagyon jól. Na és akkor most be kell fejezni a leget, és megnyeri az első szettet, ha ez sikerül. 60 pont, egy 20-as megvan, és dupla 20. Egy picit fölé. Fölötte, igen, de most már nagyon-nagyon kusza ott a helyzet. De bedobja! Találtott egy kis részt. Mörnen, hogy nézett? De nem számított, hogy így alakul az első szett. Aprókat lépegetve oda megy kortyol, Pollim egy kicsit, és aztán elmennek szünetre ők is és mi is. Tehát egyelőre az angol játékos, amit produkál, az nagyon-nagyon gyenge teljesítmény. Éme itt vannak a további mérkőzések a mai napon, tehát nagyjából úgy valamikor éjfél előtt fogjuk befejezni. Ha csak nem lesznek végsőkig kijátszott mérkőzések, 3-2-es mérkőzések, mert akkor még tovább is tart. Jól viselkedik a közönség, csendesek. És akkor nézzük a folytatást. 1-0-ra vezet tehát Pollim. És ő kezdi a második szedben az első leget. Ami télapot gyűlés volt ott elő. Mikulás. És milyen jó kezdi oda, néz. 180!
Nagyon jó kezd. Ó, egy egyes, egy ötös és egy sima húszas. Hát ez Mörnerről nem mondható el, hogy jó kezdett. Csalódott Moraj. Pont, 241 pontja marad. Nagyon-nagyon magasan van fönt. Ezzel a 28-as kezdésnek köszönhetően az angol. Semmi extrát nem nyújt egyelőre Mörnen. 69-es átlaggal. És jön a tripla. És egy újabb, 140. 101 pontra. Nagyon meglóg. Hát 104 fölött van az első 9 nyila Pollimnek, és 67-es az első 9 nyila Joe Mernennek. Mondjuk ezzel most föl fog javulni. 140. Valamit javított a helyzetén. 72-es. Tökéletes. Az jól látja, benne van a triplában. 32. Oh! De szép kisleg lett volna. Igen, egy négy körös. Egy 101-es kiszállóval. 44-es. Még mindig nincs meg. Még mindig nincs meg, vándorol szektorról szektorra. Aha, vissza sokat. De hát 2-29-en van az ellenfél, tehát nem tud kiszállni. 900 alá se tud lemenni. Nagyon okosan döntött, már véletlenül belőle dobja, akkor dupla egyre kellett volna mennie, így meg megy a sokkal. És most van meg Limnek. Így lett 16 nyilas leg. Úgyhogy egy kört még vissza is sokat szándékosan. Ott van. Taszítaná a nyilait a tripla Mörnennek. Puff, ezért kár, mert ez kipattant, méghozzá, ha jól láttam, akkor a tripla 20-ból. Nézzük csak. Hát ez irigynyíl volt, nem engedte be hullani. Irigynyíl. Borzalmasan gyenge teljesítmény nyújt Mörnen. Tényleg az. Na, az most már meg tapad. Az elmegy a hetesbe. Az meg benne van a tripla 19-ben, végülis ez nagyon jó kis kör volt. 21. Na, csoda történt, dobott egy triplát, sőt kettőt, 140 Mörnentől. Hát ez már kellett nagyon, 242-re megy le. Jó a tripla. Zolotta le fog váltani. Teljesen mindegy, hogy hova dob. Kiszálló már nem lesz. Hetesbe ment. Hát így nem így gondoltam, hogy teljesen mindegy. Triplába. Á, 157. Nagyon magas kiszálló marad. Ez itt meddig fog tudni lemenni, Lim. Az nem kellett volna. De ez meg pláne. Eddig négy. Na, azzal valamit javított a helyzetén. Ott voltak azok egy milliméterrel arrébb. Áj. Az nem agy. 81-es. 76-ra megy le. Oh,
Ez is elrébb csúszik sajnos. Nagyon-nagyon picit téveszt mindig jobbra vagy balra az ellentétes szektorba. 73 van, tripla 19, 54 pontja van, 14-jel 40-re kerekít, 36 megint a dobott érték, 133-ra, tripla 19. Az nincs meg. Igen. 54. Na nézzük, akkor Murren duplára dob. Még mindig másik már-már úgy nézett ki. Nem siet érte, pedig aztán azért lehet, hogy sietni kellett volna. Ujjjjjj, épp hogy megkapaszkodott. A lélek tartott. Egy-egy. Kicsit most visszaesett Lim játéka. Yeah. És javult viszont Murnené. Finál egy bravúrt. Robin Hood. Beálltad a szár, meg a dék közé lehetett látni. Ez szokott lenni a legtöbbet. Igen, most egy kicsit össze kellene kapnia magát Limnek, mert kiesett abból a lendületből, ritmusból, amiben kezdte a mérkőzést. Így veszélybe kerülhet a kezdése. Most változtathat itt a helyzetén Joe Murnen. Murnen átlaga kúszik felfelé, Limé megy lefelé. Nézd meg, összerakta megint. Ajj, megint átcsúszik, egy picit eltéveszti. Az már jó, simán lehetett volna 180. El két tripla kiszállóhoz. Egy megvan. Most már jól játszik Murnen. 140. Igen. Már kiszállón van. Egy vipra beköszönt azért. De nincs kiszállón viszont még Lim így. Eddig milyen jó volt, és most megint elcsúszik. Keresztbe így a nyíl. 44. Tehát most megint zárkózhat föl. De kellene minimum egy tripla Limnek. Megvan a 20-as. És nincs tripla, csak 60. 132-t láttunk már. Utolsó meccsen délután, kora este. Nagyon szép, és a dupla 20. Nem dobja be. 64-et dobott. Ugye 4 darab 16-os. 132, búra kell kezdeni. De Ratajskinak volt a 132-es kiszállója, bulbul. 112, nem talált el, a 25-ös is jó lett volna, még folytathatta volna, de így nem jó. Tehát itt nem fog tudni kiszállni. 97, tripla, 19, 78 a maradék. Itt most lebrékelheti Limet. Pontosan. Dupla 20. Után az egyenlítésért akkor. Be is dobja. 16 nyilas leg. Javulgat Murnen játéka. ...95-tel kezd. Egyes. Hosszas koncentrálás után is. Igen. Úgy érzem, most jót fog tenni a szünet Polnimnek. 81. Azért kihozta belőle. Még aránylag jól a 81-et abból az egyes kezdésből. 59.
nincs tripla, de most már olyan sok szektor tévesztése Mörnennek nincs, mint nem kezdetekben. Elkezdett fölfelé csúszni az átlaga is. Hatalmas. De nagyon magasan fölé dobja a triplának, na az már jó. 2.47-re lemegy. Kellene valami minimum két triplás Limtől. Nem, most nem csak, hogy triplák nem jönnek, de a szektor sem jön. 41 csak. Most úgy látom, hogy most kiesett ebből a koncentrációból Polly. Egy kicsit vissza kéne helyeznie magát a mérkőzés elejébe. Megint jön egy százas, igen, most már bosszus. És 147 pontja van körülbelül ennek, nagyon jó. Kezdte összerakni magát, most már sokkal stabilabban dob. 107-nél jár, 57-tel 90-re megy le. Hát ez nagyon úgy néz ki, hogy Mörnem behúzza és egyenlít. Na, most megvan jó még egy utolsó támadás Limtől. 19-es azonnal vált, tudja. De csak egy tripla, ez kevés. 160 pontja marad. Hát ezt most, bocsánat, de most ezt megbüntethetné egy 160-as kiszállóval. Ott kiszállón van Lim. Így nem. Most nem fog. De ilyenkor az egy érdekes dolog, ugye 160 ponton volt kiszálló Lim. Lehet, hogy aztán úgy érzi. 41. Úgy érzi Joe Mernan, hogy most folyamatosan még jobban kell terhelni. Meg is van. Ellentétes folyamatnak voltunk szemtanúi, mert Mernan játéka feljavult, Limé viszont visszaesett, és ennek következtében Mernan egyenlíteni tud. Úgyhogy 1-1, és természetesen elvonulnak szünetre. Nem mellesleg mondom, hogy azt mondja, hogy az első szetben Polly 84-es átlagot dobott, a második szetben pedig 74-es átlagot. Tehát szinte megcserélték egymás között a szettenkénti átlagot. Nagyon csendes, visszafogott a közönség. Hát ha ugyanazok vannak most, akik délután, akkor lehet, hogy elfáradtak a délután. Nem fáradtak el. Nem okozott nekik most olyan gyönyört a kedvencük, hogy nem úgy játszott, pedig jó, mert nem most összerakja magát. 140-es kezdés. Visszadobja, na, nagyon jó. Na itt van, amit ugye Medi is említett, hogy micsoda óriási kontraszt a két szett között, átlagokat tekintve. 55, az nem volt olyan túl a célos. Nem jött a tripla. Ez majdnem egy egyforma. Csak hát itt viszont jönnek a triplák. 171. Ugye nem tudom, hogy emlékszünk-e arra, hogy a
Hungarian Darts Trophy-n, ugye végső Jánost verte Mörnen. Ugye 6-5-re, 90 fölötti át, 92,31-es átlaggal. Dob egy bult, igen. A 15 az nem jött be. Most a 60 pontja marad. Ez egy ötös, elcsúszik, az jó, tripla 20-as. 85. 20 dupla 20. A könnyebb rész megvan, a nehezebb is megvan. Ezt nagyon szépen csinálta, és ezért ez már egy nagyon erős játék, 14 nyilas leg. Most már a kiszállózást ott lehet látni, hogy az már nagyon szenzációs. 81-jel kezd Lim. Ez nem túl jó, hát persze attól függ, hogy kezd Mör, nem? A Lim jobban kezdett. Kipattam. Szerencséje sincs, ráadásul jó erő pattant ki, levált, ott meg nem jön a tripla. Hát nem jó erő, mert végülis átlökte a 20-asban lévő nyíl a tripla 1-es irányába a nyilát. Hát igen. Onnan jött ki. Túl sok pontot így nem vesztett. Jó. 96. Hatot dob. Egy-egy stílus tanulmánya dobásokról Mörnentől, aztán most Limtől is láttunk egyet. 43. Hatvanas. Most egy kicsit ilyen döcögős lett a játék. Igen, most extra köröket nem látunk. Hát csak nem most, majd igen. Most. Ki, melyikük lép át először most? Saját magán, az egy 8-as, 88-a pont dobás, 137 a maradék. Most egyelőre ez az a szett, ahol egyikük sem brillírozik. Mám. Tripla 19 kell. Reménykedett, hogy benne van a triplában, de sajnos nem volt benne, alatta volt. 59-78 pontja maradt. Azért arra szolgat szépen a kiszálló felé, nem olyan... Csak a hatodik kört dobtam. Na de most viszont beindítja a rakétát, Mörnen. 180! Jordan Noble. Egy pillanat alatt bajba hozza Limet. Ő lett az első. Ez volt az első 180 egyébként. 4-es, 74 pontja van, tripla 14. Nincs meg a tripla. Na és akkor itt az esélye Mörnennek, hogy brékelni tudjon. 2 és megvan. A dupla 20. Hó, nagyon fölé. Van. Kellett volna még egy, és akkor talán megvan a tripla, mert szépen közelített, csak elfogyott a nyíl. Na Lim! Dupla 20-ra. Alá, dupla 10.
az még mindig nem jó, de még mindig van egy nyila. Bedobja! És ezzel egyenlít, egy-egy. Minden egy-egy. Csak az 501 nem. De az is harmadik számot. Kipattant, nézd meg, ez hihetetlen. Felébresztett a közönséget ezzel Lim. De most nem jót mondott be. 60. Nem benne volt, csak a tollat esett ki. Jó, oké, két ötös volt. Na, magukhoz térnek egy kicsit. 140. Igen. Ez jó lenne, mert azért az átlagok nem az eget verdesik. Nem, már bizony. Mind a ketten 80 alatt vannak. 95-ös. Ez megint jó. 140 nem lemegy, 161-re az kiszálló. Hátsó pályán. Azonnal kell váltani a Mörlennek is. Van ott még hely a triplában. 134, 120-ra találta. 120, ez nem megoldhatatlan. 161 Lim számára már igen. A dobás. Csak lement 100 alá, és akkor 120-ra Mörnen. Hét nyilas kiszáll. Megvan hozzá a tripla. Az a az simább. Is. És akkor még egy nehézségi fog. Azt felédobja. Majdnem jött a 120-as kiszálló. Nem talált el a tripla, 19-et Lim. Igen, megpróbálta a duplát, de nem sikerült. 40-40. Bedobja a Mörnert most. 16 nyilas leg. 79-es átlagon vannak mind a ketten. Jó kezdés. Jó, bizonyám, az is nagyon jó. Le kell váltani a 139. Nagyon jó kezdte, függetlenül attól, hogy lenn nem jött végül, és a tripla nem lett 177. Ott vannak a verebek. 60. Ja, a táblánál jó, oké. Elkezdtem nézni oda hátra. Százas. Van egy. Megint nagyon jó helyen. 18-as. Gyönyörű. 98-as. 164-re megy le három kör után. Hát, nagyon gyenge. Két tripla 19-es kellett volna. 30 pontot dobott eddig. 50 lett, 114 maradt. Ma. 180! Ez a második volt. Neki 4 volt a meccsen eddig.
Ez nagyon jó, és a dupla 20. Szép lett volna egy 100 fölötti. Közel is volt hozzá. Ebből már nem lesz kiszálló így. Nem bizony. 110 pontja van. Ajjajjaj, ez még rosszabb. Na és akkor Lim előtt az egyenlítési lehetőség. Be is dobja. 2-2 viszont most már nem kezd. 16 nyilas leget visszadobta. És megint minden egyenlő. 1-1, 2-2, 501, 501. Igen. Ott van. Kiemelt első nyíl. Oj, 43. Tesz hihetetlen két mellette lévő tripla, 94 a dobás. Milyen átlagot nyomnak? 78,6-es Joe Mernonnek és 79,91-os. Hát nem a VB meccse eddig. Itt van. 45. Százas, hát ez már üde színfolt. Megint egy szektorhiba, 23-nál tart. Hát egyre jobban megy le az átlag így. Ott meg az ötös. Ojjajjaj. 45, hát lehet, hogy túlságosan el lettünk kényeztetve délután. Valószínűsíthetően, ha nem Pollim játszana, akkor fölborulna az internet is, és minden. Igen, igen. Hát ugyanis ez azért ez egy gyenge mérkőzésnek számít. Százas. Na, ez most jó, igen. Na meg, még egy. 132, 74 a maradék. Egyre jobban esik szét, igen. Nagyon jó, dupla 10. Még mindig dupla 10. Most van meg. Ez a kettő jövezet meg, igen. Behozta a harmadik szettet. Ugye Paul Lim fogja kezdeni a negyediket. És most nem változtat a játékon, akkor szerintem ezen a világbajnokságon az utolsó szettjét fogja játszani. Polly, 45. Az első szett, az milyen? Pedig ott sem volt nagyon nagy játék, de legalább láttunk szép játékot. Százas. Na, igen. Szép eddig. 174! Cifrázta. Hát nem, hát kicsit elindult a 20-asról, ellépett, amikor nem megy neki, egy kicsit váltott. 180, azonnal válaszol rá Mernon. Három triplás körök, bár csak így lett volna mindig. Ez meg csak egy 60-as.
Igen, egyelőre lent a tripla. Ott a tripla. A tripla 17-es, az nem vissza tripla 20-asra. Gyönyörű. 137-tel lemegy 24-re. 130-at kéne megoldani a Pollinnek. Még mindig jó kell a tripla 20-as, viszont most már kötelező. 54 vagy bull. Az is 4-es lett. Legyint is rálim. Nem, ez most sok neki jelen pillanatban. Volt egy olyan pillanat, amit... 6-os. 3-as. Az sincs meg. 21 pontot dobolt. Meg is tréfálhatja így Lim. Pedig komoly sansza volt, hogy brékeljen. Megvan hozzá a tripla. Dupla 16-os. Dupla 8. Besokkal! Lehetett hallani is. Hogy szitta magát. Egyes és a dupla egy. Ez egy kellemetlen kiszálló. Még mindig. Bizony, nem is sikerült. Most nem dobja meg a tripla 18-as. És a bull. Ahogy az egy biztos ez attól. Hogy mindig bíbelődhet majd a dupla egyel Mernen. Hát ez a egyszerűbb része. Még a Pollim is hogy mosolygott rajta. Na, ez ugyanoda ment az előbb is. Most sem találja el. De jól veszi egyébként. Jól veszi egyébként. Dobörnál normálisan veszi ezt. Na, 10. Ott Mária. Kifogott nagyon az a dupla egy Mernennel. Talán benne van, benne bizony, csak az viszont elmegy a másik szektorba. Borzasztó sok hibával játszanak. Visszadobja a 81-et. Itt látszik a... Mint a ketten ugyanannyi leget nyertek eddig. Na, megtáltasodik Lim. Hova dobálja Mernen a nyilait? Valahogy ilyen örökké valóságnak tűnő mérkőzés ez, mint hogyha már egy napja játszanák. Igen. Megint egy szektorhiba. 46 a dobás. Száz. Ötös. Na ott lent mi lesz? Egy tripla 19. Igen, ez kell. 81 a dobás, 168 nem kiszálló. Nem ide kellett volna dobni, hanem 17-esre. Vagy 20-asra, igen. Majdnem, hogy kimagasló értékű körnek számít ezen a meccsen egy 100-as.
nagyon jó most. Adott a mehet tovább, 88 pontja van jelen pillanatban. Az egy 8-as, ha jól láttam. Arra megy le, igen, na nézzük. Mert mit választ, 51. Nem jön. 54 kell, tripla 18. 55-tel 76-ra megy le. Na most egy sima 20-as kell, és a dupla 20. Megvan a sima 20-as, egy kicsit kiáll, és a dupla 20. Nem dobja be, alá dobta. Tud-e egyenlíteni, mert nem. Megint a hetedik kör. És a dupla 20. Bedobja, 1-1. Csalódott Lim. Hát volt csalsz arra, hogy nyerjem. Jó kezdés. És jó folytatás is, 140. Ezen a mérkőzésen ritkaság számba megy. Nem jön tripla Mernentől. Ez volt a 15. 100 pluszos. És még volt hozzá 5 darab 180 is. És milyen átlagok, te jó ég. 140. Kétszer egymás után 140. Természetesen itt most egymás ellen játszanak, de mind a két játékosnak az a legfontosabb, hogy önmagát le tudja győzni. Most Pauline nagyon összerakta ezt a leget. Kicsit begyorsított, és lehet, hogy ez neki jobb. Megint dob egy 140-et. Hát azt mondtad, hogy ez ritkaság. Csak mondanom kell, látod? Igen. És már rögtön az ellenkezője jön. Mint ahogy a titkos favorit Ratajszki is azonnal kiesett. Nincs kedved azt hajtogatni, hogy úgyse lesz 9 nyilas. Lesz egy 11 nyilas leg? 11-dik, 12-dik nyíl. Bedobja! Szép! Négy körös játék, ezt most honnan vette elő? Ilyenkor szoktak jönni azok, hogy ó, hát ezt még én is megverném. Persze. Jól is jönne a szünet mindenkinek. Tudod miért? 43. Már akkor lenne időgatyát cserélni, mint itt. Ja.95.
Nagyon-nagyon fönt van Lim. Nagyon bizony. Ott a tripla. Ó, ezt megoldotta Mörnem villám gyorsan. Igen, gyönyörű játék volt. Na lesz-e döntő szett, vagy egy breakkel elintézi a meccset Mörnem? Össze tudja még magát kapni Lim. Túl jól nem kezd. Mörnem viszont igen. 180! Na most kérdez, ez a játék és egy 9-nyilas zárás. Érted? Nem? Mindent elfelejtenék, ami előtte volt. Mindenki mindent elfelejtene. Szerintem. Hát innen már csoda lenne. Trázal. Ja, hogy megfordítsa Pollim. Igen. Most jönnek a triplák Mernentől. 102 a maradék. Most dobni kell 180-at. Ugye 140-et is ki kell szállni 103-ra. Csak itt a probléma. 105. Igen. Újabb 6 nyila van. De 20-asból dobott volna a triplát, akkor kiszállom ma. Dobja a tripla 20-at. Hatvanra megy le, 40-re Joe Moonen. És itt a meccs három darab. Közönség amennyire lehet zavarja. Bedobta a számot majdnem. Az is! Jézusom! Jó, hogy nem dobtad ki. De nem, egyébként megmondom neked őszintén, oda néz. Te megdobta kettes alját. Hihetetlen. Mennyire nem hitte el, hogy ő ezt meg tudja dobni. Most képzeltem, most megdobja Pollim, és még... És megdobja Pollim. 2-2, következik a... Hogy fogja? Öntöszett. Egy soha véget nem érő mérkőzés, ez úgy látom. Több mint egy órája játszák. Gondolta volna Lip sem, hogy ez... Fogja a vét, igen. Ebből még lesz itt egy lehetősége. Lesz ideje föltámadni még egyszer. Elébresztette a közönséget is rendesen. Ez a teljesen váratlan végjáték. Legalábbis az előző szedben legben. 100-as, válasz a 93-ra. Na lesz még fordulat a meccsben szerinted? Úgy látszik, hogy ma ilyen mérkőzéseket látunk. Igen, már volt 2-3-2-nk ma. Első két, mind a két első. Kettő így van. Akkor a következő is az lesz majd a... Brooksék is majd játszanak egy 3-2-t. Az nem baj, csak egy kicsit lenne pörgősebb és az, magasabb az színvonalú. Pörgősebb, igen. A túlórára kényszerült, mert nem pedig szerintem ő magában már úgy volt vele, hogy ez megvan. Nézzük, lent mi újság. Ott meg egy tripla. 83.
162, nem kiszálló, 19. Már biztos nem lesz kiszálló. Csak fölzárkózás. Teljesen egyformán. Ez egy ötös megint. Hova még dobál? Egy ötös. Hörnen, te jó ég. Hármat bedob az ötösbe. 15 pontot dob. 147 a maradék. Na, ez a meccs erről lesz emlékezetes, azt hiszem, a színvonalról főleg. Nem csak a színvonalról, mert itt azért... Ott meg egy egyes kezdés. A dartsból mindent megmutatnak, amit lehet. Voltak 180-ak, 140-ek, rövid játék, hosszú játék, szenvedés, 26. Jézusom. Dászból mindent megmutatnak, amit nem kell, azt is, az a baj. Igen, igen, hát most minden. 143. Hetes. És a dupla 20 nem dobja be. Na, kapja. 101. Háttér támogatást most Lim. Negyvenkettőre ment rá. Aj, a szalát dobta, ez hihetetlen. Aj. 69. Elszámolta magát itt közben, azt hallgatta. Igen. Amber nem. Dupla 20. Ó, megvan. Az a... Mert saját szenvedésüket nevetik ki. Teljesen egyformának átlagokba, majdnem 79-en mind a ketten. Na, egy százas. Kiszállózások azok teljesen azonosak. Majdnem a kísérletek száma is. Átlépje valamelyikük is majd a 80-as értéket a végén. Az átlag fölmegy a 80 fölé. Most valamelyiküknek gyorsan kéne dobni a 2-4 köröst hozzá. Na! 133. Ez még lesz itt 2-2. 2-2, 2-2. 140-es. Tripla. Újra! Megint egy 133. Marad a 80. Van. 85-tel 116 a maradék. Na, nézzük azt a 80-at, Polly. Hogy egyenlítsen az utolsó szedben eddig. Jó, tripla. 20-as megvan, dupla 10 kell. Dupla ötös. Ó, megint lehetett hallani egyébként, hogy
Hallottad te is, hogy mondja, hogy rossz lesz a nyíl. Kellene az a tripla. Állj egy picit mellé ment. Nem oda. 37 lett a dobás, 79-e marad. Na az egyes. Ez az meg van. Dupla kettő. Dupla egy. Zöli dobja. 79. A break és a 2-0-ás vezetés az utolsó szedben. 20 és dupla 20. A 20-as megvan, dupla 20. Bedobja. 2-0-ra vezet Mernon. És ő kezd. És jól kezd egy tripla 20-assal. 100-as. Van egy olyan gyanúm, hogy ez a világbajnokság eddigi leghosszabb mérkőzése már, ami az időtartamát illeti. És létre most föltámad megint. 140. De egyébként elfelejti azt, hogy neki nyernie kell most itt, akkor lehet, hogy jól fog játszani, mert véletlenül nem jut ide mindig. Tehát... hát ez nagyon nagy. Ó, és onnan kipattal a salomból. Igen. 80. Hát ez nagyon nagy pek, egyértelműen benne volt ma ott a csücsökbe. Pont a csontba, mi? Százas. Jó játék első pályáról, három darab százas. És mit? Most... Most nagyon jól játszik Lim. Százas. Előbb lehet kiszállón, kellett volna még egy tripla. Ez a kipattanó nyíl. Az nagyon hiányzik. Igen, neki. Mert a sima 20-as is jó lett volna neki. Még egy százas. Ez jó. Jobb helyzetbe tudja magát hozni Lim. Az gyönyörű. 61 pontja van. Sem hiszi el. Pont mellé ment, egyébként már nem jött a 45, igen, 55 pontja marad. Na, 101. Lesz-e 100 fölötti kiszállója Joe Mernonnek, és úgy fejezi be. Tripla, 19, nem jön, 78-a van, az sem jön. 41 a dobás marad, a 60, 55-re. Pollin a visszabrékért, és az újabb esélyért, de még így is brékelnie kéne egyszer. Dupla 20. Dupla 10. Nagyon közel, de most szektort kell váltani. Az sincs benne. Ugyanolyan picivel ment mellé, mint a 20-asra dobott nyila. Akkor itt két meccsnyila van Mernonnek. És nem dobja be! Ez egyszerűen hihetetlen! Hú, de pipa! Rég lerendezhette volna ezt a mérkőzést. Bedobja Lim. Vissza tud brékelni, és most ő kezd az egyenlítésért. De még egyszer mondom, a 2-2 van, nem fogja kezdeni a döntő leget. Tudod, van az adásmenet, úgy döntöttek, hogy egy kicsit felborítják. 81. Szerintem most az lesz, hogy jó, megpörgetik a mérkőzéseket, hogy viszonylag kevés szünet lesz két találkozó között. Mert ez egy maratoni hosszúságú ütközet. 41 a válasz. Hát azért tudták, azért nem olyan jó az iram, mert
tudták, hogy maratoni lesz. Tehát ez olyan, mint hogyha egy 100 métert akarnál összehasonlítani a maratonnal, tudod. Na lesz a triplája. Nem. 19. Egy teljesen egyformán álltak. Szerintem ez a kör fogja eldönteni, hogy ki mi lesz a további. Főleg így, mert ez 140 állatként 235 pontja van hátsó pályán most Mölnennek. Na, tessék, Lim megint összekapja magát. Gyerek, nagy kár. Ó, 72 darab ötös utána, tripla 20-as kezdés után. Rendben, igen, 145. Na most, hogyha dob még Lim egy nagy kört. Na és az még meg is lehet. Oda néz! 140! 106-ra jön le. De kellett volna neki még egy tripla 20, mert 145 lehet, hogy nem csinálja meg Mörnen, de egy nagyon jó kiszállót kreálhat magának. Az meg is van, lemegy 45-re. Úgyhogy most kellene a bravúr az extra Limtől. Hát már amennyire annak tekinthető a 106, de minden esetre 100 fölötti. 80, tripla 18. Nincs meg a tripla. És itt a nagyon nagy esély, megint Mörnen előtt, de már volt egy pár. És két meccs nyíl megint, most bedobja. Mörnen a továbbjutó. Ismételt egy látogatást Londonba. Paul Lim, és emelt fővel búcsúzhat, azt gondolom, mert hát nem azt mondom, hogy egy látványos, magas színvonalú mérkőzésen, de nagyon szoros összecsapáson szenvedett vereséget Mörnentől. Tehát Limtől elbúcsúzunk. Gondolom egy év múlva megint találkozunk vele, Mörnennen pedig jó pár nap múlva ismételten találkozunk. Mörnen Lim 3-2, jön a szünet és jön a második meccs.